Csak úgy, mint a korábbi években, az idén is a Petőfi iskola által megrendezett Bene Gyula labdarúgó emléktorna nyitotta az új tanév városi diáksportversenyeit. Az iskola minden tanév szeptemberében ezzel az eseménnyel tiszteleg a hajdani kiváló testnevelő tanár és labdarúgó edző emlékének, s ez az idei torna már a 29. volt a sorban. A hagyományoknak megfelelően a fiúk a Gellér Sándor sportcsarnok szabadtéri műfüves pályáján, míg a lányok bent a sportcsarnokban vívták a mérkőzéseiket. Mindenki játszott mindenkivel, így minden csapat három alkalommal lépett pályára. Az idén a fiúk mezőnye volt kiegyensúlyozottabb, hiszen rendkívül szoros lett a végeredmény, és gyakorlatilag körbeverték egymást a csapatok. Ebből a Calvin tér jött ki a legjobban, amely legyőzte a házigazda Petőfit, míg a másik két csapattal egyaránt döntetlent játszott. A Petri telep és az erős iskolák alakulatai egyaránt egy-egy győzelemmel, döntetlennel és vereséggel zártak, így köztük a gólkülönbség döntötte el a végső helyezés sorrendjét, de a Petőfisek sem maradtak győzelem nélkül, igaz, ők kétszer is kikaptak. A lányoknál kiemelkedett az erős iskola csapata, amely mind a három találkozóját megnyerte imponáló 10-0-ás gólarányjal. A másik véglet a Calvin tér együttese volt, amely nem tudott egyetlen pontot sem szerezni, s három vereséggel zárt. A Petri telep és a Petőfi ugyanakkor minden eredményt megkóstolt, azaz egyaránt egy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel fejezte be a tornát. A fiúkhoz hasonlóan itt is a gólkülönbség döntötte el a végső helyezések sorrendjét. Az eredmény hirdetésen a lányoknál tehát a Calvin tériek csapatkapitánya vehette át a negyedik helyért járó oklevelet a Petőfi iskola igazgatójától, Ferenciknyi Rábai Ágnestől. A harmadik helyen 4 pontot szerezve, ám rosszabb gólkülönbséggel a Petőfisek végeztek. Ugyancsak 4 ponttal, ám jobb gólkülönbséggel a Petri telep örülhetett a második helynek, míg az idei Bene Gyula kupa győztese a hibátlan teljesítményt nyújtó Erős Lajos református iskola gárdája lett. A fiúknál a rendező Petőfi iskola végzett tehát a negyedik helyen, a két 4 pontos társaság közül rosszabb gólkülönbségével az erős iskola lett a harmadik, még a Petri telep csapata a lányokhoz hasonlóan a második helynek örülhetett. A fiúk Bene Gyula kupájának idei győztese pedig a Calvin tér együttese lett, így ez a gárda vihette haza a győzelemért járó serleget.